Megszámlálhatatlan műanyag flakon a Tisza felszínén, Vásárosnamény közelében. A PetKupa eddigi megfigyelései szerint itt található a hazai folyószakasz, legsúlyosabban szennyezett, hulladékkal borított területe. Péntektől vasárnapig egy összehangolt akció keretében a PetKupa, az Országos Vízügyi Igazgatóság, valamint a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szakemberei dolgoztak azon, hogy a Vásárosnamény és Tiszaszalka határában található ártér megtisztuljon a hulladékoktól. Most először több mint 50 ukrán vízügyi szakember is részt vett a programban. A mai nap folyamán több mint 150 ember fogja a hulladékot gyűjteni a Tiszaparton, azt beszállítjuk a központba, válogatjuk, és az újrahasznosítható PET-palackokat tömörítjük, és újrahasznosításra elszállítjuk, egyéb hulladékot pedig a hulladék lerakóban szabályszerűen fogjuk elhelyezni. Nagyon nagyra értékeljük az ukrán kollégáknak a felajánlását, hiszen amikor megtudták, hogy itt egy ilyen akció készül, azonnal jelentkeztek, hogy szeretnének benne részt venni, hiszen ők is tudják, hogy milyen súlyos probléma Kárpátalján is, és itt Magyarországon is a Tisza hulladék szennyezése. Köztudott, hogy a hulladék javarésze Ukrajnából és Romániából érkezik az áradások alatt. Az ukrán szakemberek fontosnak tartották, hogy részt vegyenek a kezdeményezésben, és nyitottak arra, hogy a jövőben szorosabb legyen az együttműködés a magyar vízügyi hatóságokkal. Ez a probléma az nem új keleti probléma, tisztában vagyunk, hogy az ukrán területen, az Tisza ártere, vagyis Kárpátalja területén a Tisza ártere az előtt szennyezett, ma fogjuk ezt tapasztalni, ennek hatásait a magyar területeken is. Az elmúlt időszakban a PetKupa önkéntesei hatalmas munkát végeztek annak érdekében, hogy a Natura 2000-es ártéri erdőterület megtisztuljon Tiszaszalkán. A közel 7 hektárnyi területen eddig összesen 7 tonnányi hulladékot szedtek össze, a cél pedig az, hogy még ebben az évben teljesen megtisztuljon az ártér. Már az előző 2 évben elkezdtük ennek a tisztítását, és reméljük, hogy ebben az évben ez befejeződik, és teljesen megtisztul ez az ártéri terület. Az előző években nem érkezett olyan mennyiségű plusz hulladék erre a területre, ami most nagyon megemelné ennek a tonnának a számát, amit eddig elértünk, hogy az előző 2 évben 7 tonnát szedtünk ki erről a területről. Úgy gondoljuk, hogy ez ilyen 8-9 tonnára fog föl kúszni az idei évbe, tehát 1-2 tonna az, amit most remélünk. Az ártéri erdőtakarítással párhuzamosan a PetKupa szakemberei egy kutató munkát is végeznek. Egy telefonos applikáció segítségével feltérképezik az aktuális hulladékhelyzetet. Megvizsgálják, hogy pontosan mennyi műanyag halmozódott fel a különböző szakaszokon az elmúlt évtizedekben. A program célja a teljes folyóra kiterjedő hulladéktérkép létrehozása, amelynek segítségével hatékonyabbá tehetőek a jövőbeli folyótisztítási akciók.